Iskolakezdés. Jelenléti oktatással készülnek a megyei iskolákban. Megújult az idősek otthona Hodászon, 300 millió forintból korszerűsítették a görögkatolikus intézményt. Sztár parádé a Vidoron, Szulák Andrea és Hernádi Judit is színpadra lépett a Rózsakertben. Jelenléti oktatással készülnek a megyei általános és középiskolák a szerdán kezdődő új tanévre. Az intézmények azonban, ha szükséges, ismét át tudnak térni a digitális munkarendre, mondta 35 perc című műsorunkban a Nemzeti Pedagógus Kar elnök helyettese. Köszöntöm Önöket, a Kölcsey Televízió iradóját látják. Iszák Tibor arról is beszélt, hogy minden tanév kezdetkor kihívás a pedagógus hiány. A Nemzeti Pedagógus Kar elnök helyettese szerint az egyetemi tanárképzés átalakításával és egyedi megoldásokkal lehet a pályakezdőket bevonni az oktatásba. Szerdán, szeptember 1-én kapják meg a megyei iskolák többségében az új tankönyveket a diákok. Ma már minden évfolyam ingyenesen juthat hozzá a csomagokhoz. Jelenléti oktatással készülnek, de mármikor át tudnak állni a pedagógusok a digitális munkarendre. Iszák Tibor, a Nemzeti Pedagógus Kar elnök helyettese azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy az elmúlt másfél év számos tanulsággal járt. Ezekben a térségekben vettük a hagyományos papírtól és különböző applikációs eszközök használatát, és eljutottuk a családokhoz, majd azok meghatározott időre visszajutották. Természetesen ez egy sokkal kisebb léptékű előrehaladást okozott, de azt tapasztaltuk, hogy az előrehaladás az nem állt meg, tehát folyamatos volt a munka, és természetesen sok esetben a szülők olyan szinten bekerültek ebbe a munkába, és rájöttek arra, hogy nem is olyan egyszerű a tanítás, nem is olyan egyszerű az iskolai munka, és a pedagógusoknak a szakmaiság egy kicsit azt gondolom fel is értékelődött ebben az időszakban. Úgy gondolom, hogy ezt a közös munkát meg kellene tartani. A járvány mellett a másik megoldandó kérdés a pedagógus hiány. A Nemzeti Pedagógus Karnak saját felmérése nincs arról, hogy hány új tanítóra és tanára lenne szükség. Iszák Tibor elnök helyettes azt mondta, az egyetemi tanárképzés rendszerén kellene változtatni, valamint egyedi megoldásokat kell alkalmazni. A fehérgyarmati Deák Ferenc általános iskola és gimnázium igazgatójaként például pedagógus klubot hozott létre. Jelen pillanatban is vettem fel 5 pályakezdő fiatalt, de már mi több mint egy éve elkezdtünk egy projektet ebben kapcsolatban, alakítottunk ki egy pedagógus klubot, és én arra figyelek, hogy a tőlünk az iskolából elmenő érettségiző fiatalok, akik pedagógus pályára készülnek, azok már ebbe a klubnak a tagjai legyenek, nyomon kísérjük őket, mentoráljuk, hozzuk be a fiatalokat, és így megpróbálom egy ilyen lokális szinten ezt valahogy orvosolni, kezelni. Nekünk is vannak persze problémáink, kisiskolákban gondolom több ilyen probléma van a szakos ellátottságot illetően, ott pedig megpróbáljuk egymást úgy kisegíteni, hogy az áttanítások mindenféleképpen szükség van. Szeptember 1-én az ország összes általános és középiskolájában becsengetnek. Az őszi szünet október 23-án, a téli szünet december 22-én, a tavaszi április 14-én kezdődik. A 2021-22-es tanév 2022. június 15-éig tart. Ahogy elhangzott, szinte minden diák szerdán az iskolában kapja meg a tankönyveit, csütörtöktől pedig cipelhetik az iskolatáskát, a testnevelés csomagot és más kiegészítőket. Vannak olyan kisdiákok, akiknek a gerincét nagyon megterheli a sokszor túlsúlyos iskolatáska. A nehéz teher gerincfájdalomhoz, súlyos esetben akár komolyabb elváltozáshoz is vezethet. Szűréseket ugyan végeznek az iskolákban, de a szülőknek érdemes 2 havonta otthon is megvizsgálniuk. Nincs változás a gyermektest tartásában. A megfelelő iskolatáska kiválasztása nem csak azért fontos, hogy a gyerkőcök lelkesebben menjenek vele iskolába, fontos, hogy ne rontsuk vele a gerinc fejlődését. Az elsős másodikos gyerekek alig 20-30 kilós testsúllyal rendelkeznek, erre jön még a 10-12, esetenként akár 15 kg-os hátizsák. Ez pedig komoly problémákat, elsősorban tartási rendellenességeket okozhat. Maga a tartási rendellenesség tárgykörébe tartoznak a tartáshibák, ami alapvetően nem betegség.
az iskola egészségügynek kell a szűréseket elvégezni annak érdekében, hogy felszínre jöjjenek azok a durva eltérések, amikkel viszont már orvoshoz, szakemberhez, gyógytornászhoz kell menni. De maga a tartásiba, hangsúlyozom még egyszer, ez nem betegség, az iskola keretén belül, a testnevelés órák keretein belül rengeteg olyan programot állítanak elő a tanárok, amikkel magát ezt a tartási rendellenességet tudjuk jó irányba befolyásolni. Az izomegyensúlyt az ülő életmód is rossz irányba befolyásolja. Ilyenkor a gerincet tartó izmok megnyúlnak, elengedik az adott gerincszakaszt, így fájdalom, torzulás alakulhat ki. A szülőnek is felelőssége, hogy figyelje és rendszeresen ellenőrizze gyermekét otthon. A legegyszerűbb módszer, ha csípő szélességű terpeszbe áll a gyermek, és előre hajolva megérinti a lábujját. Probléma akkor van, ha az egyik oldal púposabb, míg a másik oldal ellaposodott. A gerinc állapotának ellenőrzése itt nem ér véget. Innen hátulról meg tudjuk azt is vizsgálni, hogy egy vonalban vannak-e a vállak, a kis lapockája, mekkora ez a törzskar háromszög, amit a kar és a törzs bezár, és hogy a medencéje nincsen nagyon elbillenve. Ugyanezt meg tudjuk nézni, gyere fordulj meg felé. Ugyanezt meg tudjuk nézni előről, ugye a válnak, a kulcscsontnak a vonulatát, és ugyanúgy a medencének és ennek a törzskar háromszögnek a vonulatát tudjuk megnézni. Oldalról pedig azt kell látni, hogy a fül, a vál, a csípő, a térd és a boka egyfüggőleges vonalban helyezkedik el. Ha nem ott van, vagy bármilyen eltérést tapasztalunk, érdemes szakember felkeresni, aki gyógytornos segítségével megelőzheti a későbbi, súlyosabb problémákat. Hosszú távon egy olyan gerincferdülés alakulhat ki, vagy azoknál az gyerekeknél, akiknél van rá hajlam, olyan gerincbetegségek is kialakulhatnak, amik a kisizületeket, akár a nagyizületeket is érinti. Gondolok itt a Sajerman betegségre. A Sajerman betegség például, hogyha oldalról megnézzünk egy serdülőt, egy kisiskolást, egy nagyon durva hanyagtartás mutatkozik meg, háti kifózis fokozott, és a lumbális lordózis is nagyon fokozott, ezekben az esetekben már fájdalom is társul hozzá. Ilyen probléma esetén mindenféleképpen nagyon fontos a szakorvos felkeresése, a helyes diagnózis felállítása, és egy olyan gyógytornász segítségét kell kérni, aki meg tudja tanítani a gyereket, és be tudják építeni a mindennapi életbe azt a mozgást, azt a mozgásformát, amivel meg tudja edzeni az ő izomzatát, és ki tud alakulni az az izomfűző, ami biomechanikailag visszaállítja a normális egyensúlyt. A gyógytornász szakember úgy fogalmazott, a nem megfelelő minőségű vagy a nem megfelelően hordott táska csak egy csepp a tengerben. A rossz kialakítású szék, a nem megfelelő méretű asztal és a túl sok tablet vagy telefonnézés tovább súlyosbítja a gyerekek rossz irányú gerinc fejlődését. Ezért a szülőnek érdemes a vizsgálatot két havonta elvégezni. Befejeződött a Hodászi Szent Miklós ápoló gondozó otthon felújítása és energetikai korszerűsítése. A nyíregyházi görögkatolikus egyházmegye fenntartásában lévő intézményt hétfő délután ünnepélyes keretek között adták át és szentelték meg. A beruházás közel 300 millió forintos uniós, vissza nem térítendő támogatásból készült el. Szocska a Ábel megyés püspök megszentelte és megáldotta a felújított Szent Miklós ápoló gondozó otthont. 2018-ban vette át az intézmény fenntartását az egyházmegye, és azóta folyamatosak a felújítási munkák. A mostani beruházás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az itt lakó 230 ápolt komfortosan és kényelmesen érezhesse magát az intézményben. Az épület külső szigetelése mellett megtörtént az épület energetikai korszerűsítése, valamint befejeződtek a belső úthálózati és felújítási munkálatok. A lakóink örültek ennek a beruházásnak, mert sokkal jobb körülmények között laknak már most, ahol megtörtént a belső felújítás, mint szerintem bármelyik otthonban a megyébe, de azt is mondhatom talán, hogy országos szinten is példaértékű lesz, hogy egy pszichiátriai intézmény hogy fog kinézni. Azt sem... másodlagos, hogy ezek a lakók lényegében részt vettek a takarítástól kezdve minden munka folyamatban, már amiben ők tudtak,
hasznosnak érezték magukat, és örültek, hogy együtt alakíthatjuk ki a saját környezetüket. A koronavírus világjárvány harmadik hullámában szigorú szabályokat hoztak a bentlakásos szociális intézményekben lakók védelme érdekében. Sanda Tamás szerint a Hodász intézmény lakói is hozzájárultak a beruházás sikeréhez, mert csapatként együttműködtek a felújítási munkálatok során. Az épületek nem csak jobbak lettek, de hatékonyabban is működhetnek. Nagyon nehéz időszakon vannak ők egyébként túl, hiszen a koronavírus járvány mindannyiunk számára komoly kihívásokat jelentett. De az otthonban élőknek és az otthonban dolgozóknak talán még a szokásosnál is nehezebb volt, hiszen a biztonság miatt az egészségük védelme érdekében nagyon szigorúak voltak a távolságtartási szabályok, sokszor ki sem jöhettek, vagy be sem jöhettek látogatók. Ezért aztán különösen fontos, hogy az ő számukra olyan fejlesztést tudtunk megvalósítani, aminek a segítségével komfortosabb körülmények között élhetnek. 21. századi körülmények között élhetnek. Érdemes megnézni azokat a szobákat, amelyek elkészültek. Ezek 21. századi színvonalú működést tesznek lehetővé. És mindemellett nem csak energiahatékonyabb lett az egész épület, hanem például napelemek elhelyezésére is sor kerül. Ez pedig azt teszi lehetővé, hogy az üzemeltetés olcsóbb legyen, gazdaságosabb legyen, így rendelkezésre álló forrásokat is az ellátottaknak az életére lehessen fordítani. Több mint két évtizedes lelkipásztori szolgálat alapján Papp Tibor azt emelte ki, hogy az egyház feladata reményt és szeretetet közvetíteni, nem csak a bentlakó ápoltaknak, hanem az egész társadalomnak. Az itt élőkre különösen is oda szeretnénk figyelni, hiszen ahogy a bevezetőmben is mondtam, mi nagyon fontosnak tartjuk azt a krisztusi missziós küldetést, hogy mi minden egyes emberre ugyanolyan figyelemmel akarunk figyelni. És az itt lévők különösen is igénylik azt a fajta szeretetet, amit a krisztusi küldetésből fakadóan talán még inkább igyekszünk és meg tudunk adni. A Hodászi bentlakásos intézménynek nem csak az energiahatékonysága és korszerűsítése történt meg az elmúlt időszakban, de a több mint 80 dolgozó folyamatosan azon dolgozik, hogy a bentlakók élete és körülményei egyre jobbak legyenek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1000 éves történetének nyomait kutatták hétfőn délután Szabolcs településen, azon a helyen, ahol a középkorban földvár állt. A vár 33.000 négyzetméteren terült el, amelynek megépítésére a kor viszonyait figyelembe véve 100 építőmunkás 900 munkanapjára volt szükség. A kutatóknak az a céljuk, hogy nemzeti emlékhelyé nyilvánítsák a vár területét. Magyarország és Szlovákia egy éven keresztül dolgozott közösen a Revive Keresd életre a történelmet projekten. A célja az volt, hogy a közös értékek és közös gyökerekre alapozva olyan értékteremtő munkát tudjunk megalapozni, mert a jövő generációjának át tudunk adni annak érdekében, hogy nem csak a megyei, hanem az egész országon átívelő értékeinkre is felhívjuk a figyelmet és fontosságát, hogy a hazaszeretetet és az együttműködést milyen fontos, hogy a jövő generációnak átörökítsük. Ennek keretében a diákok élő történelem órán is részt vehettek, hogy testközelből tapasztalják meg, mit jelentett akkoriban egy földvár. Ilyen órát tartottak például a szabolcsi földvárnál. Itt a történelmünknek a bölcsőjénél vagyunk, a magyarságnak a bölcsőjénél, és ezért nagyon fontos az, hogy ezt a földvárat, amely ilyen remek állapotban fennmaradt, ezt meg tudjuk őrizni, át tudjuk adni az utókornak, mert üzenetet hordoz magával, és ezt az üzenetet pedig nagyon fontos lenne, hogyha méltó helyén kezeljük, és ezért örülünk annak, hogyha a földvárról hallunk, hogyha a földvárat kellőképpen a helyén kezeljük, hogyha az értéktárakban, a különböző rendezvényeken helye van, mert helye kell, hogy legyen. Fontos szerepe volt a kő- és földvár építészetnek a középkori felső Magyarországon. Ekkorra tehető a vár és egyház építészet összekapcsolódása is. A korai földvárak helyén ugyanis esperesi templomok épültek. Nagyon izgalmas téma a földvárak, és talán kevésbé is kutatott, mint az olyan látványos kővárak, mint mondjuk Diósgyőr, vagy Reggéc, vagy Füzér, de hát ebben a műfajban kitűnő példák láthatók, illetve pompás, monumentális földvárkonstrukció, a szabolcsi földvár. A jelentőségük egyrészt az építészeti különlegességük, másrészt a koraiságuk, hiszen az államalapítás kori első megyeközpontok ezek a földvárak voltak.
Pár évtizede még nagyon háttérbe szorult és elhanyagolt volt a szabolcsi földvár, ma már azonban egyre több figyelmet kap. A tervek szerint hamarosan felterjesztik, hogy magyar nemzeti emlékhelyé váljon, hiszen a cél, hogy kiemelt turisztikai célpont legyen. Mi a rendszerváltás után akkor még országos műemléki felügyelőséggel készítettünk egy tervet. Ennek a tervnek a nyomán történt meg a temetőnek is a átrendezése, pontosabban a szétszórt sírköveket hoztuk össze egy csoportba. Akkor történt meg itt a vár alatt egy sétány kialakítása. Szóval ez akkor kezdett először szépülni ez a földmás. A Revive projekt zárásaként egy szakmai kiadvány is megjelenik majd a szabolcsi, a borsodi és a felvidéki földvárrendszerről. Hétfőn igazi sztárparádé helyszíne volt a Rózsakert szabadtéri színpad. A Menopauza című nagysikerű musicalt láthatták a Vidor Fesztivál nézői a játék színművészeinek előadásában, Tallós Rita rendezésében. A hűvös este sem tartotta távol a közönséget, a művészek teltház előtt léptek színpadra. A Profi, Hernádi Judit, a Vega, Szulák Andrea, a Celeb, Tóth Enikő és a háztartásbeli Nárai Erika. Bár a történetük New Yorkban, a Bloomingdale's áruházban játszódik, de játszódhatna bármelyik más áruházban is. A négy szereplővel megtörténik az, amiről nem szeretünk beszélni, mert tabu, de ez az előadás megdönti a tabukat. A mű 2001-ben született, azóta 15 országban mutatták be. Az amerikai szerző Jenny Linders darabja Magyarországon is olyan óriási siker, ami a játékszínigazgatóját is meglepte. Azt éreztük, hogy amikor elkezdtük próbálni a Menopauzát, hogy ebből talán valami érdekes és izgalmas dolog válhat, de közben volt egy komoly félelmem is, mert ugye a cím az sok mindent takar. Nem akarok ebbe belemenni, de a hölgyeknek ez érzékeny pontját érintjük ebben, és nagyon sokan meg is kérdezték, hogy biztos, hogy ezt akarjátok, biztos, hogy ezzel a címmel. És így mondtam, igen, Amerikában ez nagy siker volt, bízom benne, hogy Magyarországon is az lett, és sajnos nekem lett igazam, mert nem sikerről beszélhetünk, hanem fergeteges sikerről beszélhetünk, szinte eufóriában vannak a nézők az előadás végén, úgyhogy remélem ez lesz Nyíregyházán is. A színpadon négy díva, négy csodálatos nő, akik mesterei a humornak és varázslatosan énekelnek. Az egyikük Szulák Andrea, a Vegát alakítja. Nem én vagyok ez a bio mami, vagy Vega, de nyilván vannak olyan pillanatok ebben a szerepben, ami én vagyok, és ami csak én tudok közvetíteni. A Vidor Fesztiválon a következő napokban olyan igazi klasszikus vígjátékokat is láthat a nagy érdemű, mint a Figaro házassága, a Liliomfi és az Illatszertár. A játékszín a menopauza után egy új előadást hoz el szombaton. Nagy Sándor főszereplésével, Szente Vajk rendezésében a Nagyvárosi Fények című komédiát játssza a társulat. Nem teljesen elégedett a felkészülési mérkőzéseken tapasztaltakkal Bakó Botond, a kisvárdai női kézilabda csapat vezetőedzője. Az NB1-ben a jövő hétvégén kezdődik a bajnokság, a kisvárda szeptember 10-én pénteken Debrecenben lép pályára. Július közepén kezdte el a felkészülést a kisvárdai kézilabda csapat, amely 9 felkészülési meccset játszott az elmúlt hetekben. Az ellenfelek között voltak magyar első és másodosztályú együttesek, valamint kétszer a romániai Zila ellen is pályára léptek Bakó Boton tanítványai. Ebben az időszakban az edzők szerint nem az eredmény az elsődleges, sokkal inkább az általuk kérteket, valamint a folyamatos fejlődést szeretnék viszont látni a pályán. Ezen a téren vannak hiányérzetek a kisvárdai szakemberben. Egyelőre még nem érzem és nem látom azt, amit szeretnék, és ami majd a bajnokságban kelleni fog. Nyilván hozzátartozik, hogy ezt úgy mondom, hogy azért még az utolsó edzőmérkőzésünk után még van 2 hetünk, illetve volt 2 hetünk a bajnokságig, és még most is van 2,5 hetünk, úgyhogy van még időnk dolgozni, de az is tény, hogy sokat kell javulnunk és lépnünk ahhoz, hogy egy komolyabb szintet, illetve jobb minőséget érjünk el. Most még nem érzem azt az egységet, azt a dinamikát, azt a küzdést és fegyelmezettséget, akár egyénileg, mint taktikai szinten is, amit szeretnék.
és az egyéni teljesítmények is még messze vannak a kiemelkedőtől vagy a jótól, úgyhogy ezeken mindenképpen dolgozunk el és fejlődünk. Mivel a bajnoki rajtig már csak bő egy hét van hátra, a következő napokban lesz dolga a szakmai stábnak. Mint a vezetőedző elmondta, az a céljuk, hogy az első meccsre, ha nem is csúcsformába, de annak közelébe kerüljenek a játékosok. Most egyértelműen azon vagyunk, hogy mentálisan, fizikálisan, taktikailag, stratégiailag, technikailag, minden téren, amennyire lehet rendbe rakjuk magunkat ebben a másfél hétben, illetve ebben a két hétben, ami elkezdődött a hét tegnapi nappal. Elkezdtük természetesen a videóelemzéseket, a felkészülést az ellenfelünkből, úgyhogy próbáljuk hegyezni magunkat, hegyezzük magunkat szó szerint a jövő héti kezdésre. A Kisvárda jövő pénteken Debrecenben kezdi a bajnokságot, hazai környezetben pedig először szeptember 18-án szombaton a Siófok ellenlép pályára Bakó Botond együttese. Most pedig híradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, de már csak néhány mondatban. Jelenléti oktatással készülnek a megyei általános és középiskolák a szerdán kezdődő új tanévre. Az intézmények azonban, ha szükséges, ismét át tudnak térni a digitális munkarendre, mondta 35 perc című műsorunkban a Nemzeti Pedagógus Kar elnök helyettese. Befejeződött a Hodászi Szent Miklós ápoló-gondozó otthon felújítása és energetikai korszerűsítése. A Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye fenntartásában lévő intézményt hétfő délután ünnepélyes keretek között adták át és szentelték meg. A beruházás közel 300 millió forintos uniós, visszanemtérítendő támogatásból készült el. Hétfőn igazi sztárparádé helyszíne volt a Rózsakert szabadtéri színpad. A Menopauza című nagy sikerű musicalt láthatták a Vidor Fesztivál nézői a játék színművészeinek előadásában, Tallós Rita rendezésében. A hűvös este sem tartotta távol a közönséget, a művészek teltház előtt léptek színpadra. Önök augusztus 31-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták. Híradóval legközelebb holnap este jelentkezünk. Híreinket addig is keressék honlapunkon vagy a Facebook oldalunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Késő estére többnyire erősen felhős lesz az ég, eső, zápor kialakulása nem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok lesz a napsütés, csapadék nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű. A hét további részében marad a néhol borús, néhol napos időjárás 25 fok alatti középhőmérsékletekkel.